A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Újra itt vagyunk, elmúlt a két hét, és visszajöhettek a családőrzők, azaz a családőrző szakértői, akiket nagy szeretettel köszöntök most is a stúdióban. Supicni Tóth Máriát, a Királykód gyógynövény szaküzlet tulajdonosát, egészségtantanárt, táplálkozástudományi szakembert. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervus Csilla, üdvözlöm a nézőket. És nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, mozgásterapeutát, egészségfejlesztőt. Én is köszönöm szépen, szervusztok. A bemutatással megy az adásidő, én tudom. És persze, hogy nagy szeretettel köszöntöm Tolnyai Gábor plébánost, mentálhigiénész szakember. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Fontos volt a témánk az elmúlt hetekben, és én azt hiszem, hogy erről nagyon sokat lehet beszélni. Nagyon sokat beszélnek róla a családokban is, hiszen ha a családban megjelenik valamiféle táplálékérzékenység, az érint mindenkit, akárhogy is nézzük. Mostanában inkább azt tapasztalom, nem inkább, a táplálékérzékenység mellett azt tapasztalom, hogy nagyon sokat küzdenek a szülők attól, hogy egyoldalúan esznek a gyerekek, és hogy az egyoldalú étkezés táplálja-e az érzékenység kialakulását? Hát ez egy, meg kéne határozni fogalmat, hogy mit jelent az, hogy egyoldalú táplálkozás, mert lehet egyoldalú úgyis egy táplálkozás, hogy túlsúlyban van a zöldség, és akkor mindjárt azt mondom, hogy ez nem is annyira baj, hogy egyoldalú, de hogyha egyoldalúan csak valamilyen cukros ételt, vagy egyoldalúan, ha úgy értelmezett, hogy csak egyfajta ételt, akkor ez nyilván mindenféleképpen hatni fog a bontásra és a felszívódásra. Azok az enzimek, amelyek fehérje összetételűek, amelyek arra hivatottak, hogy például a fehérjét lebontsák, azoknak az enzimeknek a működését táplálni kell. Tehát, hogyha folyamatosan csak egyféle táplálékot hajlandó egy gyerek megenni, vagy azt kapja, akkor ezeknek az enzimeknek a működése nem lesz elégséges, és későbbiek folyamán problémákat okoz. De ugyanez történik akkor is, ha valamiből túl sokat kap. Tehát, hogyha egy bizonyos ételcsoportból túlzásba visszük, és folyamatosan abból kapja, akkor viszont kimerülnek ezek a készségek, és megint csak probléma lesz a bontással. Beszélünk majd, igen. Látom magam előtt azokat a szegény anyákat, akik most nézik ezt az adást, és szelektív evő a gyerekük. Ugye az egy külön kategória, a szelektív evő, az azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 6 féle ételt teszik a gyerek, és azon kívül az égvilágon semmit, de annak az állaga, a színe, a formája, a mindene pont ugyanolyannak kell lenni mindig, minden alkalommal. Sajnos egyre több ilyen gyerekünk van. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek különleges gondozásra van szükségük, és bizony-bizony el kell, hogy jussanak egy olyan szakemberhez, akinek ez a szakterülete, és fog tudni nekik segíteni, visszaállítani egy viszonylagos normál étkezésre a gyereket, vagy egyáltalán kialakítani, ha olyan kicsi, és még ez nem alakult ki nála. Már csak azért is, amit a Marika az előbb elmondott, hogy a bérstruktúrának a felépülése az létre tudjon jönni, hogy egy tartósan táplálható felnőtté tudjon válni ez a gyerkőc. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy amikor ilyen van a családban, az nem azért van, mert valaki valamit rosszul csinált, hanem azért, mert annak a gyereknek más területen is problémái vannak, akár egészségügyi, akár pszichés, akár bármilyen problémái vannak, nehézségei vannak, muszáj feléjük fordulni, kell velük foglalkozni, csak ne vegyük egy kalap alá az elkényeztetésből csokival, cukorral tömött gyereket, aki azért válik egyoldalú táplálkozássá. Tehát mivel megjelent most ez az egyoldalú táplálhatóság, ezért ezt fontosnak tartottam elmondani. Nekem az járt a fejemben, ugye nem vagyok szakember ebben a táplálkozási témában, csak így ilyen próbálom, látni, jobban nem tudom, hogy józan paraszti észrelán gondolni, hogy Jóisten hogy teremtett meg bennünket. Ugye örök vita szokott lenni, hogy mit kell lenni, és akkor, hogy ilyen étrend, meg olyan étrend, meg ez a trend, meg az a trend.
És benne mindig az van, hogy de hát a Jóisten minket mindenevőnek teremtett. Tehát, hogy az egész biológia berendezésünk, a fogazatunk, a szemünk úgy áll, hogy nem oldalt van a szemünk, mint egy növényevő állatnak, és nem csak harapó fogaink vannak, vagy tépő fogaink, mint egy ragadozónak. És ez azt is jelenti, hogy valahol az evolúcióban is úgy alakult ki az ember, hogy nagyon sokféle mindent megevett ahhoz, hogy ő létezni tudjon. És azt gondolom, hogy picit csak így a Marika kapcsán jutott az eszembe, hogy ez a változatos étkezés az tulajdonképpen a természetes étkezést jelenteni. És adott esetben, mondjuk egy gyorsértelmi étel is belefér egyszer-egyszer, de ha nem egy oldalon arra táplálunk, vagy egy gyors fagyasztott étel is belefér, hogy kirántom a hűtőből, és gyorsan beteszem azt a pizzát mondjuk, mert éppen nincs más a idő, csak nem mindig az legyen, hanem hogy ennek megvan a helye sok-sok-sok minden más mellett, és szerintem ha valamire, akkor talán ez az, amire érdemes odafigyelni, hogy az egyoldalúság nem jó, mert hogy a szervezetünk, az egész testünk nem úgy van megalkott, hogy bizonyos dolgokra egy oldalon ráforduljunk. Ez az én véleményem, ti vagytok ebben a szakemberek, csak így próbálok így gondolkodni. Lehetnek egyébként szokások változatosságban is, tehát ahogy hallgattalak téged, arra gondoltam, hogy így van, tehát lehetnek dolgok, amik eltérnek az általánostól. De most a régi időkre nyúlok vissza, biztos emlékeztek rá, amikor voltak húsos napok, voltak tésztás napok. Anyukám így csinálja az ételeket, hétfő szerda, péntek tészta, kecsütörtök hús. Igen, és akkor meg volt a hétvégének is, és a szokása. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy baj, hogyha kialakítunk egy ilyen szokást. Már csak azért sem, mert hogyha most biológiailag és élettanilag gondolkodom, tehát a szervezetünk is erre tökéletesen rá tud készülni. Lehet ettől nyilván eltérni, de hogyha van egy ilyen általános szokásunk, és a gyerekeket is egy ilyen általánosságban rászoktatjuk bizonyos trendre és rendre, akkor az nem feltétlenül tesz nekünk rosszat, sőt, a biológiai hasznosulásunk is azt gondolom, hogy azzal sokkal jobb lesz. Tehát nyilván ettől lehet eltérni, de nem is lenne baj, hogy a gyerekeknél is, már a Zsuzsi ebbe biztos jobban érdekelt, hogy a gyerekeknél is csinálnánk egy rendet, tehát hogy most reggeli van, mit reggelizel, ebéd van, mit ebédez, és nem az, hogy most akkor ő most elhisztiszte magát, és akkor jó, akkor nem kell megenni a reggelit, akkor itt van valami édesség helyette, mert ezt megcsináljuk egyszer, megcsináljuk kétszer, harmadszor már nem tudunk más csinálni. Okos az a gyerek, tudja, hogy irányítson. Abszolút, így van, és utána már nincs mit tenni, és akkor utána lehet sajnálkozni, hogy jaj, mert hát nem tudok mit csinálni. Hát igen, azt először kellett volna következetesnek lenni. Egy héten ezelőtt arról beszéltünk, hogy milyen szörnyű, hogyha ételeket el kell vonni érzékenység miatt. Most arról beszélünk, hogy milyen nehéz hozzáadni egészséges ételeket az étkezéshez. De a mai műsorban mindenképpen szeretnék eljutni a bőjtig, amiről nagyon sokat hallok mostanában. Nyilván megvan az oka, van egyházi bőjt, és van divat bőjt is, és van olyan, ami egészséges bőjt, csak a különbséget kellene megtalálni. Szerintem kezdjük is azzal az egyházi vonatkozásával. Éreztem, hogy fordobódik a labda, és akkor én leszek megszólítva. Főleg, hogy ugye itt vagyunk a nagy bőjt időszakban, és ugye az járt a fejemben egyébként, hogy biztos, hogy amikor ez így kialakult, hogy 40 nap ugye a húsmentes időszak, az nem volt ilyen egészségtudatos döntés, de ez egy nagyon jó kis tisztító kúra időszak volt, hogy elvileg 40 napon keresztül nem eszünk húst, és akkor szép magyar ünnepnevünk a húsvét, ugye praktikus magyar, mert vásárnapunk van, meg húsvétunk van, úgyhogy a magyar azért az ilyenben gondolkodik, nem a feltámadást ünnepli, vagy nem tudom, egyéb dolgokat, hanem hogy ennyi a piac. Szóval valószínűleg nem ez volt mögötte, de hogy a keresztény bőjt az azért mindig hozzátartozik egyfajta spiritualitási rész is. És az jutott eszem, hogy szintén a legutóbbi adásban beszélgettünk, vagy talán hoztam ide ezt a gondolatot, hogy nem szerencsés szétválasztani a testet és a lelket. Tehát, hogy a keresztény értelmevet bőjt, abban benne van az, hogy megtartóztatom valamitől, legtöbb esetben ételtől, de nem feltétlen ételtől szól ez a dolog tulajdonképpen. Azért, hogy benne van az, hogy magamat kontrolláljam, tehát, hogy megtanuljak egy önkontrollt ebben a folyamatban, és hogy eljussak odáig, hogy megnyíljak a másik felé.
Tehát, hogy valahol ez ebben a test-lélek kapcsolat dolog, gondolat így össze kapcsolódik, összefonódik. Remélem, hogy érthető, amit így próbáltam mondani, hogy nekem az egészségügyi bőjt az valami olyasmi, hogy hát a testemet akarom rendbe tenni, méregtelenítek, nem tudom, lébőjt kúrát tartok, vagy valamitől megtartóztatom, mert szeretném, hogy a testem rendben legyen, de ez rólam szól. Ilyen értelemben a spirituális értelembe vett bőjt, tehát hogy mondjuk a keresztény bőjtre gondolok, ott megjelenik úgy, hogy akár ételtől, de italtól, vagy cselekvéstől, dologtól, mobiltelefontól, nem tudom, zajtól, zenétől, tévétől, bármi egyébtől is megtartóztathatom magam, azért, hogy ne azt éljem meg, hogy ez a dolog uralkodik rajtam, hanem hogy én vagyok, aki képes vagyok e fölött uralkodni, tehát önuralommal rendelkezem, azért, hogy adott esetben, ha egy szeretett kapcsolatot élek meg Istennel, emberrel, akkor ott is szükség van arra, hogy én magamat megtartóztassam. Tehát, hogy ebben a fajta növekedésben segít tulajdonképpen. Ugye úgy is van a nagybőti időszak meghirdetve, hogy nem csak a bőt, hanem a bőt, imádság, alamizsna. Tehát ez a három nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy az Istennel való kapcsolat, az önmegtartóztatás és a másikra való odafigyelés, hogy az alamizsna az nem csak a tárgyi dolog, hogy valami pénzzel, ételre segítem a rászulót, hanem az is, hogy időt, energiát odadok a másiknak. De ugye a nagybőti időszak ebből a három összetevőből rakodik igazából össze, és ilyen formában tulajdonképpen az ember teljességét megérinti. Mert még én sem gondoltam erre, de most milyen jó, hogy erről beszélek, hogy a spirituális szinten, mint az Istennel való kapcsolatomat, ugye az önmagammal való kapcsolatomat és a másik emberrel való kapcsolatomat is érinti ez a három dolog, ilyenkor különösképpen is. Miért pont feltámadás előtt? Ugye a feltámadás az életnek az ünneplése, meg az ünnepre való készülés tulajdonképpen. Ugye nem csak mi ugye úgy szoktuk csak emlegetni, hogy van a nagybőjtünk, ez a bizonyos 40 nap, ahol húsvétra készülünk, de ami úgy kiment a köztudatba, hogy van egy kis bőjtünk is, ami az adventi időszak, ami ugyanilyen bőjti időszak lenne, csak az vagy kevésbé van benne a fejünkben, hogy az... Abban is megvan a visszafogottsága, ott az is abban akar segíteni, hogy az ünnepbe bele tudja érkezni, és az ünnepbe meg hát az a fajta felszabadultság, hogy az élettel találkozom. Egyre többen csatlakoznak a húsvét előtti bőjthöz is, de itt is érzek én azért egészségileg valamit, amire figyelni kell. Teszem azt valaki 40 napig, vagy akár csak egy hétig abszolút nem eszik húst, sőt ugye az utolsó pénteken végképp egy szigorú bőjtöt tart, aztán megjön a vasárnap reggel, terülj, füstölt sonkácskám, és ott a család, és a tojás, és a túró, és a minden, ami a húsvéttel együtt jár, és jön egy elképesztő, hát bocsánat a kifejezésért, bezabálás. Igen, de ez megint a modern kor hozadéka, tehát ez régen nem így volt, amikor ha 40 napos bőjt volt, a 40 napos bőjt után, azért én a gyerekkoromra visszaemlékszem, tehát azért nem volt ekkora terics-merics, mert akkor is milyen füstölt csülköt tudtak, amit levágtak disznót, mondjuk valamikor karácsony környékén, vagy karácsony előtt, és ami abból esetleg megmaradt, és azt megfőzték. Tehát nem volt azért olyan túlkínálat, mint most. Azon kívül most, hogy az atyát hallgattam, nem tudom, ez is nekem is most jutott eszembe, eddig nem is gondolkodtam rajta magán a bőtön, meg hogy miért így, hogy esetlegesen én azt is számba tudnám venni, hogy a régi kor embere a télidőben elraktározta magának a húst, füstölte, nem tudom, lesütötte, és akkor zsírba tette, és akkor az körülbelül tartott egy ideig, és utána még mondjuk nem volt még kis csirke, amit az udvaron... Meg bárány, így van. Tehát volt időszak, amikor nem volt hús, nem tudtak húshoz jutni, tehát ezt így is bele lehet illeszteni, ezt a bőti időszakot. A másik pedig a lélekkel kapcsolatosan a múltkori adásban a Zsuzsi mondta, hogy ha valamit megcsinálunk utána, az egy micsoda felemelő érzés, hogy ez is még hozzá kapcsolódik, hogyha én ezt megcsinálom, akkor az önmagammal szemben is egy felemelő érzés, hogy na, én erre képes voltam, túl azon, hogy van ennek nyilván egy vallási vetülete is, de hogy most a biológiai vetületét nézem, akkor mindenféleképpen azért is fontos, mert a téli időszakban
a maga az évszak megköveteli azt, hogy zsírosabban étkezzünk, mert fázunk. Tél van, hideg van, úgy, ahogy az állatok növesztik maguk köré a zsírt, az emberek is védik magukat a hidegtől. Amikor jön a tavasz időszaka, akkor megpróbáljuk ezeket a dolgokat levetni magunkról, és innentől kezdve jól is esik egy kicsit eltávolodni ezektől a nehéz ételektől. Még egy veszélye van a globális felmelegedésnek, nem lesz indok zsíros ételeket, ha nem lesz eléggé hideg. De bőjtöt azért lehet. Nagyon fontos téma szerintem ez a bőjt, mert nagyon el lehet rontani. Tehát ugye tudjuk, hogy volt már rá példa, hogy igen súlyos problémát okozott, hogy valaki ész nélkül kezdett el böjtölni, mert hú, én erős vagyok, én mindent kibírok, és akkor jön a szédülés, jön a rosszulét, jön a gyomorfájás, feszültség, és ideges vagyok is. Igen. Ezt nagyon, tényleg csak nagyon tudatosan lehet, mert most, amiről beszéltünk, hát a húsvéthoz kapcsolódó böjt, ez ugye jobbára arról szól, hogy a húst vonom meg az étkezésemből, de egyéb minden egyéb más marad, tehát ugyanúgy zsiradékot használ. És azt a fehérjét nem kell pótolnunk? A fehérjét tudjuk pótolni, hát például ott vannak a vegetáriánusok, most már abszolút bebizonyosodott, hogy nem csak a hús a teljes értékű fehérje. Tehát azért a tojással, a tejtermékekkel, a halakkal, a hüvelyesekkel, a gombával, tehát van egy csomó olyan növényi táplálék. Tehát azért erre érdemes odafigyelni abban a 40 nagy napban. Így van, lehet ezt is, így van, lehet és kell is ezt is azért egy kicsit tudatosítani. Igen, én is erre gondoltam, hogy ez a 40 napos böjt, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha spirituális értelemben meg a teljesség igényével áll valaki hozzá, akkor az biztos nem fog elkövetni olyan baklövést, hogy valamit teljesen kivesz, és most ő csak azzal mentesíti magát, vagy akarja csinálni, mert akkor egy idő után hiány tünetet fog produkálni a szervezetében. Tehát ezt tényleg úgy kell csinálni, hogy hozzáértővel megbeszélni, vagy olyan alapon, hogy tapasztalást tudom, hogy az én szervezetem mit bír, és én ezt minden tavasszal megcsinálom a saját egészségem érdekében, akkor tudom, hogy az én szervezetem mi az, amit tolerál. De ezt mindenféleképpen maximálisan figyelembe kell venni, és nem szabad visszaélni. Húsvéthoz csak annyit, amit így említettél, hogy és akkor itt a húsvét vasárnap és sonka. Nem sokszor csináltam ezt meg, de egyszer, amikor ezt így végig tudtam élni, akkor ilyen nagyon izgalmas volt újra találkozni az ízekkel. Tehát amik úgy nem voltak, és ugye mondjuk egy főtt sonkának az ízével találkozni, egészen más lett ez az élmény, és persze utána újra megszokottá vál, de hogy nagyon érdekes volt, hogy egyébként most nem csak a nagybőjt időszak, hanem akár egyfajta, ha valaki gyakorol valamilyen önmegtartóztatást ilyen formában, ez is izgalmas tud lenni a saját ma önismerete szempontjából, hogy újra felfedezi magának mondjuk a dolgoknak az ízét, illatát, amivel mondjuk addig egy x ideig nem találkozott, hogy nem engedte meg magának. Nekem például egy nagyon érdekes dolog volt, az egy ilyen egészségügyi, elég intenzív, valami szuperbőtnek hívták, vagy nem tudom micsoda volt, 13 napig tartott, és azt tudom, hogy annyi volt, hogy reggelenként csak ilyen vízhajtó dolgokat ihattam, kávét meg teát, és akkor szénhidrát, azt hiszem egyáltalán nem volt talán, de minimálisan volt, de nagyon sok hús volt, tojás volt, répa volt, de hogy tészta, kenyer, semmi ilyesmi nem volt benne. Szerintem egészen jó volt, és én előtte például a fekete teát 3 cukorral tudtam csak meginni, hogy az akkor 3 kanál cukor, az ott úgy akkor jó. És mivel ebben a 13 napos bőjtben az az előírás, hogy cukor nélkül kell inni a kávét, teát, én egyszerűen rájöttem, hogy íze van a teának, van egy saját íze a teának, amit én eddig nem ismertem, és onnantól kezdve csak úgy iszom a teát, hogy nem kérek bele cukrot, és a kávét is úgy iszom, hogy nem kérek bele cukrot, mert a kávé ízét szeretném. Hosszú távú hozadéka van. És tulajdonképpen ez egy hozadéka, mert egyébként az annyiba volt jó, hogy nem volt ez a jó effektus, hogy egy lefogytam talán 5-6 kilót, tehát nem egy ilyen ipari mennyiséget, de hogy nem híztam aztán vissza még 10-et, hogy akkor jobb kiguruljak a képből. Mondtad a húst, a tojást szénhidrátmentesen. Van egy ilyen divat diéta manapság, a ketogén diéta. Én is erre gondoltam, hogy ezt a ketogén diétára ami nagyon eredményes, hogy most megint saját tapasztalatról beszélek, nagyon eredményes, nagyon szerethető ételeket tehet az ember, viszont a túlzásba viszi, akkor jön a hisztamin intolerancia. Én magam így jártam. Aha. Tehát itt is itt van, hogy nem lehet csak úgy hup,
most akkor én ezt most nekiállok, és akkor most nagyon betartom, mert én olyan ügyes vagyok, hogy betartom. Az interneten rengetegféle ilyen bőtel lehet találkozni, és az internet mindenre jó is, meg rossz is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki ilyenbe bele akar fogni, akkor mindenképp érdemes valaki olyan szakembert megkérdezni, aki nem csak szintén mondjuk az internetről talál valamit, meg és hát ugye személyre szabott, mert ugye biztos, ha valaki cukros, akkor egészen máshogy kell böjtölnie, gondolom én. Az életet veszélyeztető folyamatokig el tudnak jutni emberek, így akik van. Ellenőrizetlenül csinálnak ilyen kúrákat. Tényleg ez egy nagyon, nem akarok itt most neveket mondani, de van ismert színész is, aki ennek esett áldozatul. Tehát nem szabad, tényleg nem szabad, mindenkit óva intek tőle, hogyha ilyen elhatározásra jutottunk, mindenféleképpen beszéljük meg szakemberrel, hogy milyen tempóban, hogyan, el lehet jutni teljesen a teljes megtisztulásig, el lehet, de nagyon-nagyon lassan. Akkor, amikor ilyen gyors diétákat csinálunk, rettetesen sok sav szabadul fel a szervezetbe. Nagyon sok. Azokat a savakat le kell kötni. Sokká kell szelidíteni, mert különben nagyon-nagyon sok problémát az agysejteket tudja veszélyeztetni, károsítani, fel tudja borítani a homeosztázist, tehát olyan tényleg az életet veszélyeztető problémákig tud eljutni az, aki ilyen nagyon hirtelen, ellenőrizetlenül hosszabb bőtöket csinál. Különösen anélkül, hogy tudná azt, hogy az alapállapot, amiből hogy kiindul, hogy az mi volt. Mert hogyha ott is már van egy egészségtelen kóros állapot, és arra még rápakol magának valami eszetlen bőjtöt, akkor az bizony valóban végzetes is lehet. És ha már egyszer családőrzőkben vagyunk, és akkor mindig erről beszélgetünk, hogy ez ugye az egész rendszerre hat, tehát hogyha én nem vagyok jól, akkor az a családtagoknak se teszek jó tulajdonképpen, mert egy házsátos férj, feleség, vagy igen, egy tisztis fiatal azért eléggé meg tudja nehezíteni a családi békének a helyzetét, állapotát, és ha meg jól csinálom, akkor meg tudok környezetem szurkolni, és adott esetben az meg megint a kapcsolataimat tudja erősíteni, igen, hogy de jól nézel ki, meg tök jó, hogy meg tudtad csinálni, és akkor... Meg példakép leszel. Példakép leszel, igen. Tehát igen. Hogy ez ilyen formában nem csak... Szerintem arra sem szabad elfeledkezni, hogy a saját szerepem sem arról szól, hogy én egyedül vagyok, ilyen monaszként létezem, hanem hogy egy rendszernek a része vagyok, és a rendszer bármely tagja változik, akkor az egész rendszer változik tőle. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy én elhatározom, hogy én így ezt akarom csinálni, csak hogy valahol azért abba is gondoljak bele, hogy ennek milyen hatása lesz mondjuk adott esetben a családomra, a környezetemre. Ha jó irányba mozdulok, nyilván az is egy jó irány, de ha elszúrok valamit, vagy rossz irányba mozdulok, annak is meg lesz a maga hatása és következménye. Szóval szerintem azért ezt ebből is érdemes benne gondolni. Tiszteljük és becsüljük azokat az anyukákat, akik mondjuk súly problémával küzdenek, és elkezdenek egy diétát, amit majd követ egy bőjt is, és közben főzi a családnak és a gyerekeknek a finomabbnál és finomabb ételeket. Rengeteg ilyen van. De hát a nők ezt is megcsinálják. Igen, de igazából ezt össze is lehet egyeztetni. Persze. Tehát az, hogy én most valamit szeretnék változtatni a magam jobbítása érdekében, akkor az a családot is tudom jobbítani, mert nyilván, hogyha csak egyszerűen gondolkodunk, hogy mi okoz problémát, mondjuk maradjunk a túlsúlynál. Milyen ételcsoportok okoznak problémát, túlsúlyt? Nyilván a gyorsan felszívódó szénhidrátokkal tudunk rontani. Na most, hogyha én a gyorsan felszívódó szénhidrátokat kiiktatom a családi étkezésből, mert nekem van egy célom, abból mindenki csak profitál, mert az, hogyha a gyereket nem tömöm cukorral, akkor a gyerek nyugodtabb lesz, nem lesz agresszív, nem lesz feszült, jobban bírja a terhelést, jobban tud az iskolába is figyelni. Tehát már akkor a családomnak is tettem vele egy jót. És ezért teszem, hogy ezzel pedig a saját kreativitásodat is fejleszteni kell, mert ha te a gyerekedtől megvonod egyik pillanatról a másikra az édességet, akkor olyan feszült lesz, hogy ki kell találnod valamit, amivel igen, ezt úgy tudod kompenzálni, hogy ő attól utána jól érezze ez magát, nem és lehet ne robbadj. Egyik pillanatról a másikra. Igen. Láttam a gyereket a cukor és csoki pult előtt ezek szerint, hogy ez mégis mivel jár. De egyébként ez nálunk abszolút működik. Én elkezdek diétázni, sőt böjtölni, a férjem fogy. Tehát ez jobban, mint én. Szimpátiafogyás. Igen, hogy így lesz. Most tehát nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy én azt hiszem, hogy azért a bőjtel kapcsolatban, hogyha összefoglaljuk, azt tudjuk mondani, hogy kell, de nagyon óvatosan és ésszel. Igen. És nem a divatbőjtöket kell követni, hanem érdemes utána nézni, hogy kinek mi a jó. Például, hogyha valaki gluténérzékeny, azért tud bőjtölni, ugye? A persze, hogy ne.
Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy én glutén nem fogyaszthatok, hát Zsuzsi azt saját hatásköréből tudja, az, az nem azt jelenti, hogy egyéb más ételt nem tudok túlzásba vinni. Ajaj. Tehát ott ugyanúgy lehet, és ott ugyanúgy lehet egy kicsi egyensúlyt egy kicsit visszavenni, és akkor már mondhatom azt, hogy csináltam egy böjtöt, mert valamiből, valami többletből visszavettem. Amiről nem esett szó egész idő alatt, azok az orvosi böjtök, ami teljesen egyértelmű, hogy például egy cukorbeteg az egész életében azt a fajta táplálkozást kell, hogy vigye, és ez megint nem, ha betegségnek látjuk, akkor betegségnek definiáljuk, de az orvos által előírt böjtöket azt nem revidiáljuk felül, tehát ott azért azt illik betartani. Hát illene, igen, igen. Csak az az én szomorú tapasztalatom, hogy nem mindig veszik komolyan az emberek, nem mindig veszik komolyan. Nem csak kettes típusú cukorbetegeknél látom ezt, hanem egyes típusú cukorbetegeknél is. És azt hiszem, itt van az a pillanat, amikor nagyon gyorsan el kell köszönnünk, mert hogy el is szaladt az időnk, és hagyjuk Zsuzsit köhögni. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt a műsorban Supisné Tóth Mária, Fekete Cseri Zsuzsanna, jobbulást kívánok, és persze Tónyai Gábor atya is. Köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak, ha böjtölni kezdenek óvatosan. Viszlát! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.